Azt szoktuk mondani, hogy Bajáról turisztikai kiadványt könnyű csinálni, mert nagyon szép helyen van a város, nagyon szép helyen élünk. Mi most egy olyan kiadványt készítettünk, amely nem elsősorban nem turisztikai célból, hanem gazdasági célból készült. Az a tervünk, hogy minden kapcsolatunkat, amely megvan, szeretnénk gazdasági célból is használni, hasznot hozni a városnak, hasznot hozni a bajai embereknek. Ezért készítettünk egy befektetői filmet, amelynek a címe A legjobb ajánlat Baja. Megpróbáltuk összeszedni azokat az információkat, amelyek egy befektetőnek, egy gazdaság szereplőnek is fontos. És több célunk van ezzel. Egyrészt szeretnénk a testvérvárosi kapcsolatainkat, amellett, hogy kulturálisan kihasználjuk ezt, gazdasági szempontból is kihasználni. Éppen holnap utazik egy gazdasági szakemberekből álló delegáció a horvátországi testvértelepüléseinkre, ahol tárgyalásokat folytatnak. Azt kértem a delegáció tagjaival, hogy amellett, hogy bemutatják ezt a filmet, tárgyaljanak ottani vállalkozásokkal. Szeretnénk a gazdaságilag fontos nagykövetségekre is eljutatni ezt az anyagot. Szeretnénk a kormány döntéshozóihoz is, akik befektetésekről, gazdaságpolitikáról döntenek, eljutatni ezt az anyagot, és azt is tervezzük, hogy májusban Baján egy vállalkozásfejlesztési hónapot indítunk, amelynek keretében tudunk konzultálni a helyi vállalkozásokkal, olyan fórumokat tudunk indítani, ahol információkat adhatunk a gazdaság szereplőinek. Szeretnénk megismerni az ő véleményüket, mert azt gondolom, én személy szerint is, hogy a város akkor lehet sikeres, hogyha vállalkozásai és az emberek sikeresek. Az önkormányzat önmagában nem tud munkahelyeket teremteni, segíteni tud befektetéseknek, segíteni tud helyi vállalkozásoknak. Azért készült ez az anyaghoz, gazdasági szempontból is kihasználjuk a lehetőségeinket, hogy Baja valóban a legsikeresebb város lehessen.